A doboztrollokat senki sem szereti, mert ellopják a sajtókat és állítólag a gyerekeket is. Ezzel alaposan ráijesztenek egy gazdagságot és pompát szerető macskaköves kisváros lakóira. Egyetlen kisfiú azért tudja, hogy a doboztrollok között élni egész frankó. Ő valahogy belecsöppent a szó szoros és átvitt értelmében is underground világba. A történetet Alan Snow regényben írta meg gyerekeknek, Graham Annable és Anthony Sacchi rendezte az animációs verziót. A bábok használatával fokozott valósághűség érhető el, mert kézzelfoghatóan igaziak, és érezzük, miközben nézzük a filmet. A figurák fizikailag léteznek, tényleg ott vannak, megérinthetőek. Valódi anyagokból készültek, bár a bőrüket inkább szilikonnal csinálják, de mégis felidézi a felnőttekben azt az emléket, amikor bábokkal vagy modellekkel játszottunk. A miniatűrbábok elkészítése manapság sokkal egyszerűbb. Nagyban besegítenek a 3D-s nyomtatók az arckifejezések mozdulatok megalkotásába. It's a pleasure to meet you. Ha már az arcot megterveztük, akkor következnek az arckifejezések. A 3D-s nyomtatók nagyon leegyszerűsítik az elkészítésüket. A printerekkel létrehozott darabkák hátoldalára egy kis mágnest teszünk, és így erősíthetjük a báb fejéhez az új arckifejezést. A beszéd és az érzelmek is így megjeleníthetők. Mivel a doboztrollok bábfilm, a magyar szinkronnal az eredeti szereposztást gyakorlatilag törölték. Mi Szacsvai László, Bertalan Ágnes vagy Elek Ferenc hangjával ismerjük meg a karaktereket. No. Never seen one do that before. The Box Trolls. Offit Box.